óriási felelősség van most a mostani generáción, hogy ezt tovább tudjuk vinni ebben a nehéz időben, ahol közösségek hullanak szét. Úgyhogy ez a felelősség nagyon nagy teher a vállunkon, de viszont kihívás is, hogy előre nézve tudjunk tovább menni, különös bizonyos célok vannak előttünk, amiket szeretnénk teljesíteni, és ez a felelősség az, ami visz minket előre. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mai stúdióbeszélgetésünk során az önkéntes tűzoltók munkájába nyerünk betekintést. Megismerkedhetünk a motivációjukkal és a szervezet működésével is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket a stúdióban. Köszönjük is. Köszönjük a meghívást. Én nagyon kíváncsi lennék első körben arra, hogy mit jelent önkéntes tűzoltónak lenni az önök felfogásában. Szerintem, ha 10 önkéntes tűzoltót megkérdezünk, akkor mindegyik másképp fog válaszolni. Mivel az ember talán társas lény, legalábbis így kellene lenni, akkor jó, hogyha az ember valahol tartozik. Mindig jó, hogyha van valami szervezet, ahol érzük azt, hogy kapunk egy kis bizalmat, elismerést, úgyhogy szerintem mindenki akkor jó, amikor valahol tartozik. Én igazából úgy hiszem, hogy akkor érdemes ezen a világon lennünk, hogyha tudunk az embereknek valamit nyújtani, hogy nem csak magunkért élünk ezen a világon, tudunk nekik például segíteni. És ez az önkéntes tűzoltóság, az önkéntes tűzoltók munkája, ezt valahol ki tudja meríteni. Mert ugyanis a mi munkánk valahol az, hogy másoknak segítsünk, hisz mi oda megyünk, ahonnan mások elszaladnak, ahogy mondják, ahonnan mások menekülnek. Úgyhogy ez nem is egy hobbi, hanem inkább egy élet, stílus, egy hivatás. Azt azért megjegyezném, hogy ön a Füleki, ön pedig a Ragyolci önkéntes tűzoltó egyletnek az elnöke. De mi vezetett el idáig? Természetesen önök is önkéntes tűzoltóként kezdték a községben vagy a városban ebben az esetben, de miért döntöttek úgy, hogy ezzel fognak foglalkozni? Szerintem mindenkinek volt egy példaképje. Az én példaképem édesapám volt, aki önkéntes tűzoltó volt Ragyolcon, és akkor jutottam el talán ahova elhatározáshoz, amikor eljárta vele a tűzoltó szertárba, és elsősorban, amikor megmutatta nekem a felszerelést, ami volt a szertárba, és mint gyermekként megengedte azt, hogy beülhessek a tűzoltó szert, vagy a tűzoltó autóba. És amikor eljuttunk odáma, hogy bejutottam az autó tisztításhoz, vagy a takarításhoz, aztán úgy megfogott engem, és aztán úgy kezdtem, mint fiatal tűzoltó iskolába, ahol tanárok már minket próbáltak tanítani ilyen tűzoltó szakkörbe, és aztán az első élmények, amit hoztak nekem, talán az volt az, hogy folytattam ebbe tűzoltó tevékenységbe. Szintén csatlakozok Pista gondolatához, mivel édesapám hivatalos állományú tűzoltó volt a Füleki Koboszmalt üzemben, és utána mind önkéntes volt tette tevékenységét, és gyermekkorom óta jártam ezekre a versenyekre, rendezvényekre, és nagyon tetszett valahol a tűzoltók munkája is, persze a tűzoltóautó, az egyenruha is, és már gyerekkorom óta ebben a közegben nevelkedtem, és megismertem ott nagyon sok ismerős, érdekes embert, akik mai napig tűzoltóbajtársaim, egy csapatban vagyunk. Végül eljött a 2014-es év, amikor egy kis vérújítás zajlott Füleken, és megalakult a tűzoltó egyesületünk, a civil szervezetünk, vadonatúj emberekből újra kezdtük, újra gondoltuk az egész önkéntes tűzoltóságot a városban, és akkor nagyon sokan ebből a gyerekkori barátokból szintén becsatlakozták, sőt alapító tagok, és nagyon aktív emberek, úgyhogy ez a közösség, ami itt van, ez a működő közösség, ami az önkéntes tűzoltóságban van, ez motiválja az embert arra, hogy csinálja ezt az önkéntes munkát, bár néha nagyon nehéz ez a munka, de megéri. Az, hogy lettem elnök, az a véletlen dolga, amivel az első összeülésünkön, amikor el kellett dönteni, ki milyen funkciót vállal, szinte minden funkcióra volt vállalkozó, elnökünk nem volt. És akkor mondtam, hogy ha meg akarjuk alakítani, akkor majd én elvallalom, és leszek egy darabig. Hát ez 2014 óta egy darabig tart. Voltak nehéz pillanatok, de most belegondolva egy percet sem sajnálom, egy percet sem bánom, hogy elvallaltam ezt a funkciót.
egy alapvető dolgot tegyünk most itt tisztába, mit csinál pontosan egy önkéntes tűzoltó, mik azok a dolgok, amik megegyeznek a tűzoltók munkájával, és miben különbözik esetleg? Vannak különbségek természetesen, hisz egy hivatalos állomány jobban ki van képezve, jobban föl van szerelve, de ha visszanézünk a történelembe, akkor például Füleket nézem, mivel ugye Füleken vagyok önkéntes tűzoltó, akkor 1894-ben alakult meg ez a szervezet, és ma Fülek legidősebb szervezete, egy olyan szervezet, aminek a munkája soha nem állt meg, úgyhogy egyfolytában működik. Ez a szervezet biztosította Füleknek a tűzvédelmét szinte 80-as évek végéig, amikor is a hivatalos állomány Fülekre került, három füleki hivatalos tűzoltó lett, 86-ban, ha jól emlékszem, addig az önkéntesek láttak el ezt a szerepet. Kialakult egy hivatalos állomány, ami a mai napig már nagyon profi szinten működik, profi iskolázásokkal, profi felszereléssel, profi fölépítéssel, de ez mellett nem szabad elfeledkezni a tűzoltókról, mint önkéntesekről sem, mert nagyon nagy szerepünk van, főleg a mostani időben, amikor is klímaváltozással nézhetünk szembe. Hál' Istennek mondhatom, hogy kijött egy törvény, ami az önkéntes tűzoltók szerepét keretek közé zárja, így kézben tudunk működni a hivatalos állománnyal, nekünk is vannak ugyanúgy képzéseink, nekünk is van ugyanúgy felszerelésünk, nekünk is vannak gépjárműveink, amik felkészülve várják arra, hogy hívjanak minket, és bár nincs olyan minőségű képzésünk, mint a hivatalos állománynak, merem állítani, hogy nagyon sok bevetésen megközelítjük azt a szintet, amit a hivatalos állomány. Természetesen vannak nagyon nehéz bevetések, és olyan felszerelések, amiket mink nem tudunk használni, ezek például a légzőkészülékek, mert nekünk nincs rá megadott iskolázásunk, papírunk, és nincs is légzőkészülékünk, de ilyen komoly, nagyobb tűzeseteken és balesetektől eltérve szinte ugyanazokat a feladatokat lássuk el, mint a hivatalos állomány. Ez mellett van preventív feladatunk is, az embereknek próbáljuk elmesélni, meg bemutatni az önkéntes tűzoltók munkáját, és az, hogy miért és hogyan kell bánni a tűzzel, mire kell ügyelni. Ez mellett van egy kultúrköri szerepünk is, ugyanis sok faluban, városban belecsatlakozunk aktívan a kultúréletbe is, és ezt, ha összeszámoljuk, ezt a sok dolgot, akkor ez tényleg elvesz nagyon sok időt, energiát azoktól az emberektől, akik itt vannak, hogy nekik rendszeresen föl kell készülniük, rendszeresen kell bemutatózniuk, előadásokat tartaniuk, gyerekek közé járniuk, különböző falunapokra járniuk, biztosítani rendezvényeket járniuk, hogy nehogy valami baleset, ha baleset esik esetleg valamilyen rendezvényen, vagy ne adj Isten tűzeset, akkor mi nagyobb rendezvényeken ott vagyunk, azonnali bevetést tudunk végrehajtani. Úgyhogy nagyon széles körű az önkéntes tűzoltók munkája, de ahogy mondom, a hivatalos állomány nagyon fontos, és benne van nevében hivatalos állomány, ott hivatalos tűzoltók képzéssel, iskolázásokkal, komoly felszereléssel vannak látva, még mi szintén tudunk nekik segíteni, de ez mellett egyéb feladatokat is ellátunk. Én szerintem ugyanúgy csatlakoznak, ahogy Mária mondta. Bizonyos szervezetek teljesen másképp vannak bekategorizálva. Némelyik szervezetek jobban minősülnek arra, hogy csak bevetésen vegyenek részt. Némelyik szervezetek megint bevetésnél is, meg megint szeretnének versenyen is venni részt. Mink lehet, hogy ez a második kategória vagyunk, úgyhogy akkor nem tudunk részt venni a bevetésen. De megint próbálunk úgy, hogy tartunk bizonyos gyakorlatokat, főleg önkéntes tűzoltó egylettel együtt, és ott próbálok elsajátítani a technikát. Sokat járunk versenyekre, pohár, kupa mérkőzésekre, és persze gazdagodunk azokkal a jó élményekkel, amikkel verseny után hazatérünk. Általában most kettő csapatunk van Ragyolcon, a női csapat és férfi csapat is. Nagyon jó szerepelnek a legények és a lányok is. Általában mindegyik versenyről elhozunk valami serleget vagy kupát, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá persze. És a másik részben megint az, hogy már a Ragyóci önkéntes egylet már 5 év múlva 100 éves lesz, és szeretnék talán ilyen minőségben, mint idáig működünk, ilyen minőségben e 100 éves évfordulónkat megünnepelni. Hogyan működik a szervezet, illetve hogyan épül fel ez az egész rendszer? Ebbe egy picit beavatnának minket.
Az önkéntes tűzoltó segélyhálóasványon egyszerűen működik, van egy szervezet, aki tüzelheti arról tenni és arnak versenyezni. Holott egy kicsit nagyon bonyolult. Ugyanis van egy országos szervezet, ami felügyeli az összes helyi önkéntes tűzoltó egyesületét, amik civil szervezetként működnek, és azon felül kijött egy törvény, hogy minden településnek, városnak, falunak, ahol 500 fő fölötti áll lakossága, ott alakítani kell egy falusi, városi, önkéntes tűzoltó egységet. Na most, ha összeszámoljuk, akkor van az országos szervezet, van az civil szervezet, ami önkéntes tűzoltókból össze, és akkor van az a helyi falusi vagy városi tűzoltóság. Úgyhogy sok embernek most már ez nagyon bonyolult lehet, de visszatér az első gondolatomhoz, hogy tényleg egyszerű, mivel az egész országos tűzoltó egyesület, az országos tűzoltó szervezet felügyeli a civil szervezetek munkáját, és a községi tűzoltóságban általában ebből a civil szervezetből vannak azok a tűzoltók, akik elvégezték azt a képzést, amire szükség volt ahhoz, hogy tényleg tűzoltóként, bevetési tűzoltóként tudjanak működni. Úgyhogy ez a három szervezet nagyon szorosan együttműködik. Milyen felkészülést igényel ez a munka? Feltételezem, lehet, hogy a nézők közt is van olyan, aki gondolkodik azon, hogy önkéntes tűzoltó legyen. Milyenkor az első lépés, hogyha valaki önkéntes tűzoltó szeretne lenni? Ahhoz, hogy a civil szervezetbe valaki belépjen, egy önkéntes tűzoltóságba, egy önkéntes tűzoltó egyesületbe, ami civil szervezetként működik, oda nem kell semmi, egy 15 éven fölüli tag már beléphet. Ez az ember járhat tűzoltóversenyekre, ez az ember részt vehet a kulturális munkában, ez az ember részt vehet a csapat minden tevékenységében, ami nem tűzoltás vagy mentés vonulás. Ugye ahhoz, hogy valaki bevetési tűzoltó legyen egy önkormányzati tűzoltóságnál, annak el kell végeznie egy alapképzést, egy tűzoltó alapképzést, valamint megfelelő felszereléssel kell rendelkezni ennek az egységnek, hogy igenis, ha jön a hívás, és ha vonulásra kerül sor, akkor az a tűzoltó felszerelve, kiképezve tudjon menni a bevetésre. Valamint rendszeresen, ami havi 6 óra fölkészülésen kell részt vennie, amit maguk a tűzoltó egyesületek szerveznek saját maguknak. Miben különbözik a munka? Gondolok most arra, hogy hogyan néz ki faluhelyen az efféle munka, illetve városban. Talán nem is az a legfontosabb, milyen módszerrel akarunk foglalkozni. Úgy, mint a fülekiek, ők teljesen más módszerrel foglalkoznak, mondjuk rá, mint nálunk. Nálunk, amikor legtöbb időnk van, az szombat-vasárnap. Akkor, hogyha van esetleg valami bevetés, akkor nem probléma, mert tudunk akkor részt venni benne. Rosszabb már nekünk hétköznap, mert mindenki szanaszét dolgozik, eljárnak itthonról munkába, mondjuk a füleki önkéntes tűzoltóknak talán azért könnyebb is, mert itt helyben vannak. Úgyhogy hamarabb össze tudnak jönni, hamarabb tudnak szervezkedni, és nálunk talán ez a módszer nem jó ahhoz, hogy vagy nem jó van még az egész beosztás megcsinálva, mert nem mindenki, vagy nem azok az emberek vannak olyan helyen, vagy olyan posztra bevetésné beutalva, akik mondjuk rá tudnak időt szakítani arra, hogy ott legyenek. És még megint az, hogy a ragyolci önkéntes tűzoltók nem olyan technikával rendelkeznek, mint a fülekiek. Nekünk van egy Iveco Daily kis autó, tűz esetén ki tudunk menni, biztos ott tudnak bevetésen részt venni, de a füleki önkéntes tűzoltóknak azért megvan az a bevetési Tatra 148-as. Ők mindjárt tudnak tűz esetén segíteni a bajba jutó embereknek, vagy éppen a tűzet oltani. Nekünk az a szerencsénk, hogy Füleken sok tagunk dolgozik, és vannak diákok is, akik itt tartózkodnak a városban, és most 18 évet elmúltak, ugye, és akkor bevetési szinten vannak, meg van a megfelelő képzésük. Van olyan tagunk, aki például a munkahelyen elintézte azt, hogy baj esetén el tud jönni arról a munkahelyről, és el tud menni bevetésre. Persze nem fizetik ki neki azt az időt, de itt van az az áldozat, amit az önkéntes tűzoltók tudnak hozni, hogy feláldozzák a saját bevételüket arra, hogy másokon segítsenek. Úgyhogy ez nagyon nagy szerencse nekünk, hogy nagyon sok tagunk helyben tud tevékenykedni, és így a mi vonulási időnk a riasztástól a kivonulási körülbelül 10 perc, úgyhogy még 10 perc után az autóink már vonulnak a tűzesethez.
Az elmúlt évek alatt volt olyan eset, amikor valóban életveszélyes helyzetbe került? Volt ilyen eset többször is, de tudni kell azt, hogy a tűzoltóknak mindig egy dolog jár a fejében, hogy nem szabad olyan helyre bemenni, és nem szabad olyan dologhoz közel menni, ami őt magát is veszélybe sodorhatja, mert akkor már nem csak azt a tüzet kell eloltani, vagy azt az egyént kimenteni, hanem maga a tűzoltót is. Úgyhogy erre nagyon figyelünk bevetésekkor, hogy a bajtársak is, meg mi is biztonságban legyünk. De persze tüzeknél, főleg tüzeknél nagyon nehéz ez. Voltak erdőtüzek, ahol hasalnunk kellett, mert olyan szituációba kerültünk, hogy megfordult a szél, és a füst az mindjárt a mi irányunkba jött, és ilyen kémény effektus keletkezett, hogy a füst pont azon a részén haladta, ahol mi voltunk, így feküdnünk kellett több percen keresztül, és hátra húzódnunk, hogy nehogy megfulladjunk ott. Vagy voltunk olyan istallú tűznél, ahol a tető szakadt többször ránk, úgyhogy nagyon figyelni kellett, hogy épp milyen módszert fogunk alkalmazni árhoz, az oltási technológiákhoz, hogy a tüzet eloltsuk, de mégis az a tető stabilan megmaradjon fölöttünk, mert több része elemeznek leszakadozott, és pár méterre tőlünk esett le. De minden ilyen bevetésnek megvan a maga veszélye, hisz bármi történhet. Ahogy említettem, sosem tudjuk, hogy hova megyünk és hogy mikor jövünk vissza. Minden bevetés veszélyes lehet. Ha egy cicát mentünk a falról, az is veszélyes lehet, mert megcsúszhat a létre, leesett a tűzoltó. Úgyhogy tényleg sokszor az életünkkel játszunk ezeknél a bevetéseknél. Ennyit mi talán annyit hozzátennék, ahogy mondtad, hogy nagyon fontos, hogy egy tűzoltó hallgasson, tudjon hallgatni. Mert minden bevetésnél muszáj, hogy legyen egy valami parancsnok, aki felméri a helyzetet, és ő irányítja az egész szitut. Fontos, hogy a tűzoltó rendelkezzen azokkal az információkkal, amit a parancsnok kiad nekik, és azt végezze végig. Kedves nézőink, nézzünk bele, hogyan zajlik egy gyakorlat az önkéntes tűzoltóknál. A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület gazdag múltra tekint vissza. Az önkéntesek már 128 éve szolgálják a várost. Bevetéseik során számos alkalommal kerülnek veszélyes helyzetbe, hogy megfelelő felkészültséggel teljesítsenek az éles bevetéseken, rendszeresen tartanak gyakorlatokat. Most betekintést nyerhetünk, miként zajlik egy délutáni gyakorlat. Sérültet elhelyezzük a hordágyon, és lefixoljuk őket a biztonsági pontokkal, ugye ezt mindjárt tudni kell. Az önkéntesek a mai alkalommal többek közt a sérült hordágyon történő rögzítését gyakorolták. A rögzítésnél fontos, hogy a hordágyról hossz irányba történő lecsúszás ellen is biztosítsák a mentendő szemét. Továbbá azt is próbálták, miként lehet biztonságosan behatolni egy helyiségbe, ahol tűz ütött ki. De a sugárcső, illetve a tűzoltó létre megfelelő használatát is gyakorolták. A gyakorlatokon nem a gyorsaságra összpontosítanak, igyekeznek minden technikát, módszert megtanulni helyesen alkalmazni. Előfordulhat ugyanis, hogy a hivatásos állomány épp éles bevetésen van, és az önkéntes tűzoltókat küldik a tűzesethez. 6 évvel ezelőtt kezdtem el, egy évvel rá, hogy apum csatlakozott a tűzoltókhoz. Én voltam a legfiatalabb, csupán 14 évesen, és nagyon sokat jártam velük mindenhova, tréningekre, meg ilyen tűzoltásra, és nagyon sokat tanultam tőlük 6 év alatt. Szóval én ezt csak úgy hobbiból kezdtem, de eléggé fontos lett ez nekem. Én azért csinálom, főleg, hogy segítsek az embereknek, és hogy mindenki biztonságban legyen. Az év folyamán különböző gyakorlatokat tartanak. A téli hónapokban főleg a tetőtüzeknél, kéménytüzeknél előforduló helyzetekre készülnek fel, míg tavasszal az árvízi mentésre helyezik a hangsúlyt. Ilyenkor a mobilgátak használatát próbálják. A tűzoltók elmondásuk szerint a legnehezebb helyzetbe akkor kerülnek, ha a tűzoltás már hosszú órák óta tart, és a füst akadályozza őket a munkájukban. Ha egyszer elkezdtük csinálni, oltani, akkor az összes erőnket bele kell tennünk, hogy valamit megmentsük embereket, vagyont, állatokat. Ha megmentünk egy csündisznót, ha nem még el, nekünk ma az egy öröm. Az önkéntes tűzoltók munkája kiemelten fontos a város számára, hiszen a szolgálaton kívül polgári védelmi gyakorlatokat is tartanak, ahol a gyerekek és a felnőttek megismerkedhetnek az elsősegély és a katasztrófa védelem alapjaival is. Ennek köszönhetően a városban csökkent a tűzesetek száma. Az alma van a legszebb rész, hogyha valaki megköszöni ezt, hogy mit csinálunk, hogy megköszönjük nekünk, vagy elismerik a munkánkat valamilyen szinten.
Az önkéntes tűzoltók munkájukat hivatásként űzik, feláldozva energiájukat és szabadidejüket. Tevékenységük sok esetben nem csupán a tűzesetek elhárítására korlátozódik, jelen vannak a város mindennapi életében. Önöket mire tanította meg ez a fajta munka az évek alatt? Gondolok most arra, hogy önmagukról valamit megtanultak. Engem személyesen arra tanított ez a munka, hogy felelősséget vigyek mások iránt. Többször ugye eseteknél én vagyok a parancsnok, és rám bízva ez a pár ember, akikkel oda kivonultunk. Itt felelősséggel kell hozzolni a dolgokhoz. Nem lehet azokat az embereket oda küldeni, ahol bajuk eshet. Egyszerűen felelősség teljesen kell viselkednünk ahhoz is, hogy a menteni való ne legyen tényleg olyan szinten leamortizálva azzal a vízzel, amit oda frecskolunk, hogy az a tulajdonos már ne tudja használni. Úgyhogy mind-mind ezekre a dolgokra vigyáznunk kell a bevetéseink során. De szintén felelősséget érzek a szervezet iránt is. Ugye, ahogy mondtam, Fülek egyik legrégebben működő szervezete, és óriási felelősség van most a mostani generáción, hogy ezt tovább tudjuk vinni ebben a nehéz időben, ahol közösségek hullanak szét. Úgyhogy ez a felelősség nagyon nagy teher a vállunkon, de viszont kihívás is, hogy előre nézve tudjunk tovább menni, különös bizonyos célok vannak előttünk, amiket szeretnénk teljesíteni, és ez a felelősség az, ami visz minket előre. Itt talán egyet tudok érteni Mariannal, talán ez a felelősség az a legfontosabb, mert mindegyik szervezetnél a vető azt akarja, hogy tovább vigye a hagyományokat. És ahogy említette Marian is, hogy rengeteg szervezet már szétesett. Mondjuk rá ott van a Szfazárm, ott van a Vöröskereszt, mondjuk rá a községbe. Mink vagyunk a legidősebb szervezet Ragyolcon, mondjuk rá 1927-től, ami még működőképes. A többi szervezetek már úgy valahogy elkallódtak, szétestek, és próbálunk továbbra is segíteni az embereken, mert ez a legfontosabb cél nekünk. Önök kinek javasolják, ki legyen önkéntes tűzoltó, ki csatlakozzon a csapathoz? Talán még mink fiatalabbak voltunk, legalábbis én fiatal voltam, könnyebb volt, mert mindig volt valami példakép. Most már sokkal nehezebb, igaz, hogy ott vagyunk mink, de most már talán a fiatalok nem akarnak ilyen szervezetekben részt venni. Nagyon nehéz velük egy nyelven beszélni, és talán rávinni őket arra, hogy aktívabbak legyenek mondjuk a sport részén, vagy mondjuk a tűzoltóknál is. És aki ezt nem csinálja szívből, nagyon nehéz. Ha valaki csak úgy akarja, vannak nálunk tagok, akik mondjuk vannak, akik működnek 2-3 évig, aztán úgy is, ha nem csinálja szívből, akkor úgy is kiesik onnét a csapatból. De ha valaki mondjuk ott van nekünk, mert nekünk van 72 tagunk, igaz, hogy már a fele nem aktív, már kevésbé aktívak, de ők voltak valamikor azok a fiatalok, amikor valamikor a szervezeté valamit csináltak. És ezeket mind tisztelük, és bízok benne, hogy még sokáig lesznek körünkbe. Én olyan embernek javasolnám, hogy lépjen be a tűzoltók közé, aki akar másokon segíteni. Csak hogy sokan másképp képzelik ezt el, hozzon kis érkezik sok ember, aki szeretne csatlakozni, és amikor elmondjuk nekik, hogy az, hogy szirénázva megyünk szépen kiöltözve sisakkal, és a lányok szíve csücskei lehetnének, akkor sokan ebben a elképzelésben vannak, csak hogy ez a munka nagyon kis része. A munka oroszlan része az, hogy tényleg a szertarban a munka, a felkészülés, a tanulás, a kocsik körül, a tevékenység, apró dolgoknak a bebiztosítása sokkal-sokkal több energiát veszel egy önkéntes tűzoltó életéből, mi maga a bevetés. A bevetések ma csak azok a tényleg a legextrémebb dolgok, amik az önkéntes tűzoltó életébe következnek, de ez fölött rengeteg-rengeteg munka van. Úgyhogy aki rá szeretné áldozni az életét és az idejét egy közösségi munkára, annak azt mondom, hogy igen, próbálja meg, de aki csak szép piros szirénázó tűzoltóautóval szeretne tüzet oltani, annak nem javasolnom, mert ez mellett nagyon sok egyéb más feladat is van, és persze mindezt általában az idő, a pénz rovására, még sokszor a család rovására, mert rengeteg időt töltünk a tűzoltóságon, a tűzoltó munkával, nem beszélve a bevetésekről, mikor éjszaka el kell mennünk, és akkor amikor reggel érünk vissza. És még azt el szeretném mondani persze, hogy az benne van a nevünkben, hogy önkéntes tűzoltó egyesület, úgyhogy mi ezért nem kapunk semmiféle juttatást, se anyagit, se másfajtát.
úgyhogy ezek az emberek ezt mind 100%-ig ingyen csinálják, sokszor úgy, hogy saját pénzüket, energiájukat teszik bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Mink is köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Kedves nézőinknek köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra!